A mai nap záró száma a Kenu 4-esek versenye. Csak emlékeztetül mondom, ezzel záródott a délelőtt és egy magyar világbajnoksággal. A mostani 4-es összetétele Pohács, Kolonics, Pulai, Takács. 4-es pályán megy a magyar hajó. Majdnem mindenki itt van, aki az 500-as döntőben benne volt, már legalábbis az országok. Kizárólag Kanada újonc ebben a mezőnyben, a többiek délelőtt is mentek már. A magyarok nyertek, az oroszok másodikak voltak, a csehek harmadikak, a franciák negyedikek, az ötödik helyezett hiányzik csupán, a németek hatodikak, bolgár 7, ukrán 8, román 9. Pulait és mögötte Takács Tibort látták egy pillanatra közelről, tehát a négyesen középütt a magyarok. Fölöttük és alattuk a két legnagyobb versenytárs, a párizsi világbajnok orosz négyes kenu, és a németek, akik Párizsban másodikak voltak ugyancsak. Döntő fontosságú, hogy hogyan indulnak meg a hajók. Most egyel a magyarok főtt, az oroszok indították meg nagyon jól és nagyon gyorsan, de a felső pályák közül az ukránok is nem csekély sebességgel. Az első méterek után, tehát a 9-es, azzal a sárga számozással, de főleg a magyarok fölött az oroszok, azok, akik óriási erővel indultak el. Konovalov, Semerov, Kabanov és Kostoglod az összeállítása a hajónak. A nevek nem sokat mondanak, lehet, hogy a kajakkenu sportban jártasabbaknak igen. A 9-es pályán a bolgárok, ott fehér a felső rész, vörös a nadrág, ennyi látszik belőlük, és alattuk egyel az ukránok. De egyelőre az 5-ös hajó igen jelentős előnnyel. Másodikak lettek a magyarok mögött, most lehet, hogy arra gondolnak, hogy ott ők indultak el rettenetes erősen, most megpróbálnak valami ilyesmivel ők is. A magyarok és fönn a bolgárok a nyomukban. Ketten baloldalt, ketten jobb oldalt, amint látják, ezt most már a laikus nézőknek mondom, nem is lehet másként, hiszen a hajó így tudja tartani az egyensúlyát. Bár tegnap kérdeztem Vajda Vilmostól, azt mondja, voltak ilyen kisebb versenyek, ahol bizony egyszerűen nem akadt két balos és két jobbos, akkor bizony kormányozni kellett a hajót. Hamarosan féltávnál az oroszok vezetnek, és mögöttük a magyarok a második helyen most már, ha nem is sokkal, de fönn a 9-esen a bolgárokkal nagy versenyben. Elvonul előttünk teljes hosszában az orosz hajó, tehát egy hajó hozni a különbség. Ez bizony nehéz ledolgozni a célig, még hogyha van is erő a magyar csapatban. Bár ahogy figyeljük, centiméterről centiméterre közelítenek. 1 perc 83 század volt a különbség, és most már itt látható a magyar hajó eleje is imit amott. Tehát bebeszúr a képbe, jól jönnek föl gyerekek, ez nem néz ki rosszul, ebből még lehet valami. Óriási húzásokkal Bohács elől, centiméterről centiméterekre, már alig több mint egy méter, és még 250 méter van hátra. Csak maradjon az erőből, és egyrészt legyen még egy hajrára is, hogyha kell. Nagyszerűen haladnak. Most már az ő számuk táblájuk van elől. Egyelőre egy méter előnyben a magyar csapat, és mintha egy másik sebességre kapcsoltak volna, méterről méterre húznak el. Megy ez így végig, fiúk! Menjen most már! Háromnegyed hajóhoz az előny az oroszokkal szemben. Gyerekek, ennek most már meg kell lenni, nehogy valami hiba csúszson bele. Hát mit a hallanák, hogy én szeretném, ha nyernének, de ki nem? Vezet a magyar hajó, fönt nagyon jönnek ugyan az ukránok, de ez már most már az utolsó métereken azt hiszem nem lehet baj. Itt egy világbajnoki arany, kérem szépen, nincs mese, ugyanúgy, mint a másik négyes hajó kenúban, ugyanúgy ezek is, már az utolsót nem is kell, hogy húzzák. És az ukránok és az oroszok döntsék el egymás közt, kié a másik két érem, mert annyira egyszerre jöttek be. Végén csattan, mondják, ugye
Hát hál' Istennek csattan, már egy kicsit szomorúak voltunk a délután, ők pedig rettenetesen kimerültek. Szegény kolonist Gyuri, de ne sajnáljuk, mert ennek a világbajnokságnak eddig ő a legsikeresebb versenyzője. 2 arany és 1 ezüsttel. Pulai Imre is végre világbajnoki címet szerzett, és ahogy Hajba Antal egykori idők világbajnoka mondta nekem, ha Pulai nyer ma egy aranyat, akkor a magyar kenu csapatnak minden tagja világbajnok. Vagy itt, vagy korábban. Hát így zártuk ezt a mai napot, kérem szépen. 3 aranyérmünk van, 3 ezüst, 2 bronz, 2 negyedik, 2 ötödik hely és 2 hetedik. Kell-e mondanom, hogy ez nagyszerű szereplés, és holnap a hosszú távon, amely búcsúja a kajakkenu sporttól, ennek a hosszú távnak tudnélik utoljára rendezik meg a hosszú távú versenyeket. Hát egy kicsit szomorúan néznek ki, így, ahogy a kimerültségtől összeborulnak, de azért se baj. A fontos, ami alatta van, World Champion, vagyis világbajnok Magyarország, és ez a 3. magyar aranyérem.